Én úgy érzem, hogy a szabadrugás sok mindent befolyásol, kaptunk egy szerencsétlen gólt, utána szerkezetet váltottunk, váltanunk kellett, hogy támadóbbá tudjuk tenni a csapatot, meg hát a két belső védőjüket könnyebben tudjuk rendezni. A végén kaptunk egy óriási egyéni hibából egy szerencsétlen gólt a 44. percben, viszont a második fél idői le a kalappal a fiúk előtt, mert mentek 0-2 után. Sajnos a gól nincsen bennünk, nem találjuk el a kaput olyan szituációkban, amikor azért illene eltalálni, vagy azokba gólt rúgni. Igen, hát ezen a találkozón sem sikerült gólt rúgni. Nagy bajban van a haladás ezzel a vereséggel? Hát én nem hiszem, hogy nagy bajban lenne, de azt lehet mondani, hogy nincs eleje a játékunknak, a Radó Andi is nagyon hiányzik a csapatunkból, meg hát sajnos hátul mindig benne van egyénileg a játékosaimban a hiba. È vero perché soprattutto nel secondo tempo stavamo vincendo, il primo tempo invece abbiamo costruito la vittoria, abbiamo amministrato nel secondo tempo la partita, abbiamo lasciato una occasione a loro, però va bene così. Igen, az annak is köszönhető, hogy a második fél időben ugye már nyerésre álltak, az első fél időben építették fel ennek az alapjait, a második fél időben picit jobban átlengettek, viszont egy helyzeten kívül nem jutottak el a Honvéd kapujáig.